kívánok, hogy én is. Tisztelt tárgyalkozó közönség, kedves barátaim, Skokálék Lajos kiállítása nyílik ebben a impozáns galériában. Két nagyszerű ember, Méhes Anna és Méhes Vilmos jóvoltából. Úgy 10 nappal ezelőtt telefonon értekeztünk, hogy megbeszéljük a kiállítás megnyitóját. A beszélgetés az körülbelül olyan 50 másodpercig tartott, és megállapodtunk, hogy nem állapodunk meg semmiben. Ahogy történik majd, úgy történik ez a megnyitó. Én készültem itt, leírtam néhány sort. Lajos barátom, ha valami módon korrigálni akarja majd a szöveget, ezt csak sajnos utólag tudja megtenni. Azért vagyok itt. Hát, a következőket szeretném elmondani. Évek óta figyelemmel kísérem Skokálék Lajos festő munkásságát, kitartó következetességét, ahogy piktúráját műveli. Első, amit leszeretnék szögezni, egy olyan valaki állít ki, aki mestere a rajzolásnak és a festésnek. A következő, hogy ez a kiállítás az eddigi életművének csupán egy szegmense, bár itt a Billboardon egy életmű kiállítás van jelölve, olyan ez, mintha ez az anyag olyan, annyi, mintha egy ilyen hatalmas vastag kötetből bizonyos szemelvényeket egy-két oldalt szednénk ki. Tehát rendkívül termékeny életműről van szó. Képeket szavakkal megoldani mindig kockázatos, ha tévednék, egyedül a képek tudnak majd helyreigazítani. Skokálék barátunk festészetét nehéz valahová bekapcsolni. Nincs definíció, izmus, ahová becsorolható. Csupán közelít valamelyik irányzat felé. Nem expresszionista, nem is szürrealista, de még a legelvontabbnak tűnő absztrakt megoldások is emberi, lírai színharmóniák részéről. Az ókori görögök mondták, hogy a stílus az maga az ember. Ez érvényes Skokálék festészetére. Világlátása minden műve egyedül az övé. Eszköztára a végtelen lehetőségeké. Rajzolja a láthatót, és azt is, ami láthatatlan. Térbeli víziók, architektonikai elemek, figurák, aktok, portrék egyazon felületen, egy képen belül az expresszív ecsetkezeléstől a fotográfiai pontosságig. A valóság és a valóságon túl egységes képé áll össze alkotásaink. Képek, melyek az abszurditást sugallják. Bizarr formaalakítások, misztikus, irracionális értelmezések. No meg a játékosság. A fent és lent, a levegő súlytalanság, a repülés, a szabadság érzete. A mi festőnk az, hogy is mondjam, az ébrenlét álmodások festője. Évekkel ezelőtt Lajos barátunknak violin lett a világa. Egy oázis, talán valahol a érnémettől, az innét nézve valahol, mint a geográfián túl. Egy csodálatos tanyavilág. Violin
én addig azt hittem, hogy ez valami kis jelecske, illetve csak kis jelecske a kottaíróknak segít, ami a második kotta vonalról kezdődik. Miért költözik ide egy festő, gondolkodtam? Őrizni akarja művészetét. Alkotói állapota tiltakozik minden külső beavatkozástól. Vajon csak azt tette, amit a nagy magányosok, egyedülállók, Benyánszky László, Csontvári Kosztaki Vadar, Gulácsi Lajos, vagy Csernus Tibor? Ők jutnak eszembe, barátunk festészete kapcsán. Bölöni György Párizsból levelet ír barátjának. Kedves gulácsi fiú, mit csinál maga ott magyar nakomcipánban? Ezt a kérdést a kedves Skukálek fiúnak nem kell feltennünk, mert a válasz egyértelmű. Itt vannak a falakon ezek a kimondhatóan csoda alkotások. Jankovi Szóra, író, lapszerkesztő, figyelmeztetett, amikor legutóbb nálam járt a műterembe, hogy Skukálék tiltakozik, ha festőművésznek titulálják. Az a helyzet, barátaim, hogy ezt nem ő dönti el, hanem alkotásai, amelyek itt vannak körülöttünk, és én azért hoztam a kalapot, hogy ezek előtt, a művek előtt megemeljem, így, és megemelve a kalapom, nagy tisztelettel gratuláljak Skukálek Lajos festőművésznek. Lajos barátunk mindenkit végigvezet ezeken a műveken. Egyenként. Thank you.
Hát 10 év lehet menni. 10 év. Lajos. Igen? 10 év. Pécsről. Hát Illés Gábor. Illés Gábor. És a feleségem.